te beszélsz a méter, az azt jelenti, hogy állítsuk vissza a régi síkot. Hát az... Na jó, viszont ha mélyebbre megyünk, akkor meg alapjegyzés is. De ezt nem akarod kibontani? De lehet. Lehet, hogy ezt kibontjuk. Tulajdonképpen egy nagy gotikus ívbe szűkítve belefalasztak egy új gotikus ívet. Ezt ki kéne bontani. Itt több korról van szó, és több réteg van, amit valahogy hát együtt kell kiagyalnunk, hogy mi a legszebb megoldás, és mi az, ami technikailag is járható, és mi az, ami nem viszi el a költségeinket, hogy a síkokat hol határozzuk meg. A dátumozás 1481-et mutat, fehér alapon feketével festve. A 8-as el van vágva, az volt a korabeli 4-es a gotikában. Előkerültek a második gotikus korból olyan freskók, ahol Szent Katalin, ott látható Szent Katalin egy kerékkel, és mellette két főpap freskója látszik. Nagyon nagy jelentőségű megítélésünk szerint ez a freskó is, és hát az a tervünk, hogy nem csak a szentélyt, hanem a diadalévet is végig megpróbáljuk eredeti és még eredetibb állapotba visszaállítani. Mindenki úgy gondolta a korábbi években, évtizedekben, hogy ez a vár, ezt lehetetlen rekonstruálni. Engem azért szíd a szakmának egy, szerintem egy törpe kisebbsége, mert lemertem térni egy jól bevált műemléki útról, ami egy ténylegesen egy csomó értéket hozott létre, csomó értéket megmentett, de mégiscsak egy ortodox műemléki szemlélet, ami megcsontosodott néhány karta, néhány dogma leírásával. És azért szidott sok történész, mert a falakat megmertük emelni, és nem csak ilyen védőtetőkkel dolgoztunk, mint máshol, hanem nekünk az volt a fontos, hogy enteriőröket hozzunk létre, hogy a gyerek, ha bejön ide a várba, akkor egy óra alatt 100-szor annyit tanuljon, mint a történetkönyvből egy óra alatt. Volt köztünk, hogy mi olyan tereket építünk vissza, aminek az alaprajzát pontosan ismerjük, mert a régész kiásta. A metszetét pontosan ismerjük, mert lenyomataink voltak a boltozatok rendjéről, és szerencsére a régészek megtalálták a gerendák fészkeit, a fészkek sűrűségét is, tehát hogy milyen egymás utánban vannak a gerendák, de a méretét is, hogy mekkorák voltak ezek a gerendák. Ebből mi vissza tudtuk állítani a gerendásfödémet, a boltozati lenyomatból tudtuk pontosan a magasságokat. Ez egy nagyon nagy kérdés, hogy szabad-e a múltat hitelesen vagy analógiák alapján ábrázolni. Én úgy gondolom, hogy bizonyos dolgokat, ha nem teszünk meg, akkor mulasztásos bűnt követünk el. Nekem a hitelesség az mást jelent a szótű a hit, és én hittel vallom, hogy ezeket meg kell valósítani.